tovább épül, gyorsforgalmi utat építenek Vásárosnamény és Beregdaróc között az M3-as autópálya folytatásaként, így könnyebben megközelíthető lesz majd a magyar-ukrán határ. Segítség a diákoknak, kamatmentes lesz a diákhitel 2 októbertől, a diákhitel 1 esetében felvehető maximális összeget pedig jövőre havi 70 ezer forintra emelik. Utazzon biztonságban, a vonattal utazók biztonságos közlekedésére és a szabályok betartására hívták fel a figyelmet ma Máté Szalkán. Gyorsforgalmi utat építenek Vásárosnamény és Beregdaróc között az M3-as autópálya folytatásaként, így könnyebben megközelíthető lesz majd a magyar-ukrán határ. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházás várhatóan 2021-ben kezdődhet el és 30 hónapig tart. Az útépítés gazdasági szempontból is előnyös lenne Vásárosnamény és a térség számára, illetve a teherforgalom is megszűnne a környező kis településeken. Itt folytatódik majd a tervek szerint az M3-as autópálya. Jelenleg Vásárosnaményig tart a sztráda, a településen áthaladva tudnak most eljutni a magyar-ukrán határig az autósok és a kamionforgalom is. A városnak korábban is voltak már tervei egy nyugati elkerülő építésére, most azonban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleménye szerint az M3-ost folytatják tovább. Eddig is örültünk, hiszen mi voltunk a végpont, de ugye a végpont azt jelentette, hogy elért minket az M3-as autópálya. Az, hogy tovább folytatódik, ez óriási örömhír számunkra, hiszen itt mi rendre a várost elkerülő körforgalmakkal, az elkerülő utakkal voltunk elfoglalva, és ennek érdekében tettünk különböző lépéseket, így tervezést készítettünk a nyugati elkerülőre. Ugyanakkor ez az autópálya továbbvitele ezt föl is írja, hiszen tőlünk 2-3 kilométerre lett volna az elkerülő út, itt pedig mellettünk pár száz méterre az M3-as folytatódik. Vásárosnamény és Beregdaróc között kétszer egysávos gyorsforgalmi utat építenek majd, jelenleg az előkészítési munkák zajlanak. Ilyen például a szükséges engedélyek és területek megszerzése, a kivitelezési közbeszerzési dokumentáció készítése és a régészeti feltárások. A mostani tervek szerint a beruházás majd 2021-ben kezdődhet el. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tervek kétszer kétsávos útra íródtak, de azt is látjuk, hogy most kétszer egy sáv valósulhat meg. A lényeg szempontjából ez mindegy. Az a fontos, hogy az autópálya tovább indul, tovább halad, hiszen ezzel óriási terhet vesz le egyrészt Vásárosnaményről, másrészt pedig megvalósul az, hogy a M3-as autópálya eléri az országhatárt Beregdaróc magasságában. Vásárosnamény gazdasági életére és mindennapjaira hatással volt az autópálya. Ezt egy-két év távlatából is kijelenthetem, de látjuk azt, hogy 3-4-5 éven belül pedig nagyon komoly gazdasági előrelépésben lehet része a városnak. A tervek szerint a kivitelezési idő 30 hónap. Ezt befolyásolja az új Tisza híd építése, illetve az országhatárt keresztező fejlesztések miatt a szomszédos ország, Ukrajna egyetértésére és támogatására is szükség lesz a gördülékeny munkához. Kamatmentes lesz a diákhitel 2 októbertől, jelentette be Novák Katalin keddi sajtótájékoztatóján. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt is elmondta, az intézkedés a már folyósított hitelekre is vonatkozik. A kormány arról is döntött, hogy a diákhitel 1 esetében felvehető maximális összeget jövőre havi 70 ezer forintra emelik. Eddig 2% kamatot kellett fizetniük azoknak, akik felvették a felsőoktatási hallgatók számára elérhető diákhitel 2-t. A kormány viszont mostantól könnyít a törlesztésben. Novák Katalin keddi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy októbertől eltörlik a diákhitel 2 kamatát, a kamatok megfizetését pedig a kormány vállalja magára. A család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár kiemelte, az intézkedés nem csak a jövőben felvett hitelekre vonatkozik. A diákhitel 2 kamatának a 0%-ra való csökkentése a már folyamatban hatályban lévő diákhiteleket is érinti. Tehát mindenki, aki jelenleg diákhitel 2-vel rendelkezik, ebben a fél évben már élni fog a hitel kamatának 0%-ra való csökkentésének lehetőségével. Az államtitkár azt is közölte, hogy 2018. februárjától a diákhitel már nem csupán a tandíjra vehető igénybe, hanem az idegen nyelvi képzésben résztvevők esetében a térítési díjra is elérhetővé válik. A változásra való tekintettel idén a diákhitel 2 igénylési időszaka is kitolódik szeptember 30-ig. De az sem jár rosszul, aki már befizette az önköltséges díjat, hiszen október 15-ig visszaigényelheti azt, és felveheti a diákhitel 2 konstrukciót. A diákhitel 2 mellett a diákhitel 1 esetében is számottevő változások lépnek életbe 2018. február 1-től.
Az első és az egyik legfontosabb az az, hogy 50 ezer forintról 70 ezer forintra nő a havonta fölvehető hitelösszeg. Ennek egyszerű oka van, az elmúlt 5 évben jelentősen megnőttek a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatóknak a napi kiadásai. A 40 évről 45 évre megemelkedő korhatár, hiteligénylési korhatár szintén egy olyan döntés, amit azt hiszem, hogy az élet maximálisan alátámaszt. Ugye egyrésztről jelentősen kitolódik a felsőoktatásban tanulóknak az átlag életkora, másrésztről pedig nagyon sokan vannak olyan középkorúak és középkorú fiatalok, akik másod vagy harmad diplomájukat szeretnék megszerezni. További változás, hogy a fia vagy egyéves külföldi tanulmányokban, például Erasmus ösztöndíjban résztvevőknek arra is biztosítanak lehetőséget, hogy a diákhitel egy összegének kétszeresét, azaz akár 140 ezer forintot vegyenek fel havonta. Ezen kívül újdonság, hogy a diákhitel egy törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes kafetéria juttatások körébe. A gyesen is jelenlévő szülőhöz hasonlóan pedig a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők esetében az ellátás folyósításának ideje alatt az állam átvállalja a kamat megfizetését az ügyfél helyett. A vonattal utazók biztonságos közlekedésére és a szabályok betartására hívja fel a figyelmet az a kampány, amelynek mai állomásán Máté Szalkán elsősorban a diákokat szólították meg a szervezők. A fiatalok oktatófilmek megtekintése mellett vasútbiztonsági tesztet is kitölthettek a pályaudvaron. A rendezvénysorozat 2015-ben indult el Siófokon. Azóta az ország több pontján megismerkedhettek az érdeklődők a MÁV utasbiztonsági programjával. Szerdán Máté Szalkán elsősorban a középiskolásokat várták a szervezők, mivel a diákok a tapasztalatok szerint iskolába menet gyakran megszegik a szabályokat. A mai eseményt azért szerveztük, mert itt Máté Szalka térségében nagyon sok diák utazik vonattal. A diákok ugye itt az eddigi tapasztalatok alapján nem mindig tartják be a közlekedési szabályokat. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez milyen komoly baleseti veszélyforrás jelent. Rendszeres sajnos, hogy keresztül járnak a vágányokon, nem csak a kijelölt helyeken. Itt több esetben tapasztaltuk, hogy még a kerítést átmászva közelítik meg az iskolát, és akkor itt a vagonokon, vágányokon járkálnak keresztbe. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet, meg általában a vasúti közlekedés biztonságának, hogy milyen fontossága van, illetve mi a balesetvizsgálatokkal foglalkozunk, de szeretnénk a megelőzést is szolgálni ezzel a kampánnyal. Nem csak persze a diákokat, hanem a most megforduló utasokat is szeretettel várjuk ezen a rendezvényen. A szakember elmondása szerint az elmúlt években nagyon sok olyan baleset történt, amelyet elkerülhettek volna az érintettek. A balesetek elsősorban abból fakadnak, hogy még mielőtt megáll a vonat érkezéskor, már kinyitják az ajtót, többen leugranak még mozgó vonatról, illetve amikor már elindult a vonat, még akkor érkeznek, és utána futva a vonatnak próbálnak felszállni. Ebből van elég sok baleset. És az elmúlt időszakban sajnos nagyon sok olyan eseményünk van, hogy kiugranak a vonatból. Ez többnyire akkor fordulhat elő, hogyha mondjuk későn veszik észre, hogy már le kellett volna szállniuk, vagy rossz vonatra szálltak, és amikor elindul, akkor veszik észre, hogy nem is abba az irányba megy esetleg. És ilyenkor ugye nem, hogy a jegyvizsgálók segítségét kérnék ebbe az esetbe, meg se nem a vészhéket nem húzzák meg, hanem kiugranak a mozgóvonatból. A rendezvényen a diákok fiatalok szereplésével készült oktatófilmet is megtekinthettek, valamint játékos vasútbiztonsági tesztet is kitölthettek az érdeklődők. Elfogadhatatlan és az Európai Unió jogaival teljes mértékben szemben áll az ukrán nyelvtörvény, hangzott el a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A párt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei országgyűlési képviselői közösen tiltakoztak a kárpátaljai magyar kisebbséget hátrányosan sújtó intézkedés ellen. A képviselők kiemelték, a nyelvtörvény értelmében az alapfokú oktatás 5. osztályától felmenően megszűnne a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, így nem csupán 71 magyar tannyelvű iskola tűnhet el, hanem a 150 ezres magyar közösség nyelvhasználata és kultúrája is csorbulhat, jövőjük pedig veszélybe kerülhet. Nagyon fontos lesz, hogy a másik Rákóczi Ferenc Beregszánszi kárpátaljai főiskolán a tanítvíton egységesen a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei fideszes képviselők együtt lesznek ott.
és nyilván ki a saját maga lehetőségein a különböző bizottságokban, és én nekem talán egy viszonylag könnyebb helyzetben vagyok, hiszen a külügyi bizottság azért sokféle lehetőséget ad arra, hogy a különböző nemzetközi fórumokon is el tudjuk mondani azt, hogy tiltakozunk a jogszabály ellen. Becsapták a börtönőröket, állítja Halmi József, az MSZP Szabolcs-Szatmár Vereg megyei alelnöke. Úgy véli, csupán szemfényvesztés a csengeri és kemecsei börtönök terve. Mint mondta, az utóbbi időben olyan hírek terjednek, hogy egyik intézmény sem épül meg. Az új büntetés végrehajtási intézetek létesítésének terve, valamint az új munkatársak toborzása csupán az országos börtönőr hiány leküzdésére irányult. Halmi József szerint ezt támasztja alá az is, hogy a nyíregyházi képzésen már végzett börtönőröket az ország többi börtönében helyezik el. A börtönőrök, akik erre jelentkeztek, Csengerbe és Kemecsébe jelentkeztek, nem Sátoralja Újhelyre, Nyíregyházára és a budapesti gyűjtőbe vagy Győrbe. Kimondottan itt akartak maradni a megyébe, itt gondolták az egzisztenciájukat, nem csak személyek lettek becsapva, családok lettek becsapva, mert most távol vannak, még ha Nyíregyházára helyezték őket, akkor is, mert hogy ez távolság, és azt gondoljuk, hogy ez egy hazugság, becsapták az embereket, és olyat ígértek, aminek most nem látjuk a végét. Olvasó kesztyűt mutattak be Nyíregyházán, arról, hogy mi is ez a szerkezet, hamarosan szólunk, előtte viszont nézzük a Híradó további témáit. Szeptember 25-én 13 csapattal rajtol a Magyar Labdarúgó Szövetség által első alkalommal kiírt regionális futsalbajnokság. A keleti csoportban az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága szervezésében 7 szabolcsi csapat mellett 3-3 Hajdú, illetve Borsod megyei együttes lép majd pályára a hétfői mérkőzésnapokon. A papírformának megfelelően vereséggel zárult a nyíregyházi Teke Klub répcelaki vendégjátéka. Az NTK 8-0-ra kapott ki a tavalyi bronzérmes otthonában. A nyíregyháziakra szombaton újabb nehéz mérkőzés vár, mivel a több világbajnokot felvonultató Szeged érkezik a Városi Stadion Teke csarnokába. Olvasó kesztyűt mutattak be Nyíregyházán, a speciális eszközt a vakok és gyengénlátók segítésére találták ki. Lehetővé teszi, hogy a nyomtatott szöveget telefon segítségével egy szerkezet átalakítsa Braille karakterekké, amelyet így a látássérültek is el tudnak olvasni. Egy új eszközt, a vakok és gyengénlátók olvasását segítő olvasókesztyűt mutattak be Nyíregyházán. Az új fejlesztés lehetővé teszi, hogy a nyomtatott szöveget felismerjék a látásban korlátozottak. Nem is kesztyű ez tulajdonképpen, mert az olvasó újunkat dugjuk bele egy kesztyűszerű valamibe, ami mégiscsak kesztyű, informatikai alkalmazás, az okostelefonunk kamerája kapcsán lefordít, kerül egy látószöveg, amit aláteszünk az okostelefon alá, és ez a készülékbe belenyúlva Braille formátumban jelenik meg. Az eszközt középiskolások találták ki azért, hogy a látássérülteknek megkönnyítsék az információhoz való hozzáférést. Ugyan még csak tesztüzemmódban van, de a fejlesztőknek hosszú távú céljai vannak. Az a cél, hogy minél kisebb helyre össze zsúfolják, tehát hogy ne kelljen egy nagy eszközt magával vinnie valakinek, hanem elég legyen csak egy nagyon picit, ami mondjuk egy zsebben elfér, és akkor az vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikál a telefonnal. Egy faszerkezet aljára kell elhelyezni a kinyomtatott szöveget, fölé tenni a telefont, majd megnyomni a beolvasó gombot. A telefonnak internet kapcsolatra van szüksége a működéshez, hogy felismerje a képet és átalakítsa Braille írássá. A látássérült az ujját egy kis készülékre helyezi, ide továbbítja a telefon az átkonvertált szöveget, melyet karakterenként tudnak elolvasni a látássérültek. Szeptember 25-én 13 csapattal rajtol a Magyar Labdarúgó Szövetség által első alkalommal kiírt regionális futsalbajnokság. A keleti csoportban az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága szervezésében 7 szabolcsi csapat mellett 3-3 Hajdú, illetve Borsod megyei együttes lép majd pályára a hétfői mérkőzés napokon.
Az MLS megyei igazgatósága úttörő szerepet vállalva 2013-ban az országban elsőként indította el 9 csapattal a megyei szintű futsal bajnokságot, amely népszerű lett mind a csapatok, mind a szurkolók körében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét országos szinten az NB1-ben a Nyírgyulaj, az NB2-ben a Csenger képviseli a sportákban, a jövőben pedig a két osztály alatti regionális bajnokságban szerepel majd 7 szabolcsi együttes. A Magyar Labdarúgó Szövetség nagyon komolyan veszi a futszál szakágot, és kitűztek egy pár éves tervet, hogy felzárkóztassák a futszált is a labdarúgás népszerűsítése mellé, és mindenféleképpen szerettek volna egy komoly bázist kialakítani, így arra gondoltak, hogy az NB1 és az NB2 alatt régiós szinten, az országot 6 nagyobb régióra osztva, egy úgynevezett régiós bajnokságot indítanak, 3-4 megyéket összevonva, és az ottani csapatoknak szervezni egy úgynevezett régiós, mi köznyelven úgy mondjuk NB3-as bajnokságot, a keleti csoportnak a bajnokság szervezését pedig ránk bízták Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. A sportág népszerűségének jót tett a válogatott szereplése, és az sem mellékes, hogy a nagypályás edzők is egyre szívesebben alkalmaznak futszálos elemeket a tréningeken. Nagyon sok futszál elemet építenek be az edzők a nagypályás csapatok edzéseibe is, tréningeibe is, legyen az a kisebb korosztály is, nem csak a felnőtt. Éppen ezért Magyarországon is, megyénkben is egyre népszerűbb. Ugye már 4-5 éve működik a 11, 13 és 15-ös tornarendszerű bajnokságunk, és most elindítottuk idén az U17 és az U20 bajnoki rendszerű bajnokságunkat. Novemberben fog majd rajtolni, csütörtöki játéknapokkal tervezünk, és igen, pozitívan lepődtünk meg, hogy elég sok csapat jelentkezett az U20-ba, illetve az U17-ben összesen a két bajnokságban, mint egy 20 egyesület adta be a nevezését, majdnem fele-fele arányban, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez is jól fog működni, és bízunk benne, hogy minél több csarnokba és minél több gyermek fogja majd megszeretni és elsajátítani a futszát. A bajnoki meccseket hétfőnként játsszák majd a csapatok. A nyitóforduló párosítása a következő: Deac Nyírkarász, Nagycserkesz, Miskolc, Mádi Nyíregyházi Sportcentrum, Gyulaháza Debreceni Sportiskola, Tarpa Cigánd és Nyírbátor Levelek. A papír formának megfelelően vereséggel zárult a nyíregyházi Teke klub Répcelaki vendégjátéka. Az NTK 8-0-ra kapott ki a tavalyi bronzérmes otthonában. A nyíregyháziakra szombaton újabb nehéz mérkőzés vár, mivel a több világbajnokot felvonultató Szeged érkezik a városi stadion Teke csarnokába. Mivel a nyíregyháziak eleve az esélytelenek nyugalmával utaztak a tavalyi bronzérmeshez, a sérült Szlovenszki Tibor mellett 3 alapember is itthon maradt, játék lehetőséget biztosítva a máskor kevesebb szerephez jutó tekézőknek. A vendégek gyakorlásként tekintettek a találkozóra, a cél az volt, hogy részsikereket elérve készüljenek azokra a meccsekre, amelyeken majd lesz esélyük a győzelemre. Már az magában egy nagyon nagy dolog, hogy több válogatott, illetve több világbajnok mellett guríthattunk, láthattuk őket, hogy hogyan dobják meg egyes állam. És voltak részsikereink, hogy ellenük még meddig bírtuk a harcot. Végül is a belső szettek tekintetében 2,5 belső szettet szereztünk, és a legnagyobb meglepetésre épp a Szlovenszki Attila egy Vörös Milán ellen szerzett 2 szettpontot, és az utolsó szettjét sikeresen vette volna, akár még egy csapatpontot is elhozhatott volna, míg mellett a Magyarorsi Péter a válogatott Brancsek Jancsi ellen csinált pontot, úgyhogy mindenképpen már ezek az apró kis pillanatok is jó dolgok voltak számunkra, és ami a legfontosabb, hogy a Magyarorsi Péter is most már eredményileg is feljövőbe van, jó magamnak is megint 580 fát sikerült teljesíteni, és ahogy jeleztük, a többieknek mindenképpen egy jó edzés lehetőség volt. A nyíregyháziak szombaton azt a Szegedet fogadják, ami az elmúlt évek nemzetközi szinten is meghatározó csapatának számít a sportágban. Biztos vagyok benne, hogy a Szeged a legjobb csapatával érkezik, ugyanis egy-két héten belül következik számukra az Európa Kupa, úgyhogy mindenképpen számukra a felpörgés jegyében fog telni ez a mérkőzés is. Most végre hazai pályán először ebbe a szezonban megmutathatjuk, hogy igazából mit tudunk versenykörülmények között. Bízunk benne, hogy a legjobb összeállításból lépünk dobóállásba. Jelen pillanatban erre minden esélyünk megvan. Minden játékosunknak sikerült úgy a munkahelyi elfoglaltságait irányítani, hogy valóban itt legyen ezen a mérkőzésen. Sajnos a Szlovenszki Tibor nélkül kell dobóállásba lépnünk, és nagyon bízom benne, hogy nem 8-0 lesz a végeredmény, bár könnyen benne van a pakliban, ugyanis azért a Szeged nem nyerte meg a bajnokságot a tavalyi szezonban, az utolsó mérkőzését bukta el Zalaegerszegen, de mindenképpen egy igen erős Szeged jön ide Nyíregyházára, és több külföldi játékost igazolt erre a szezonra is, úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem lesz könnyű feladatunk a csapatpontok tekintetében sem.
Három fordulót követően a Répcelak, a Szeged, az Alegerszeg és a Győr 100%-os a Szuperligában. A Nyíregyházi Teke Klub eddigi két mérkőzésén még nem szerzett pontot. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Gyorsforgalmi utat építenek Vásárosnamény és Beregdaróc között az M3-as autópálya folytatásaként, így könnyebben megközelíthető lesz majd a magyar-ukrán határ. A beruházás várhatóan 2021-ben kezdődhet el és 30 hónapig tart. Az útépítés gazdasági szempontból is előnyös lenne Vásárosnamény és a térség számára, illetve a teherforgalom is megszűnne a környező kis településeken. Kamatmentes lesz a diákhitel 2. októbertől, jelentette be Novák Katalin keddi sajtótájékoztatóján. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt is elmondta, az intézkedés a már folyósított hitelekre is vonatkozik. A kormány arról is döntött, hogy a diákhitel 1 esetében felvehető maximális összeget jövőre havi 70 ezer forintra emelik. A vonattal utazók biztonságos közlekedésére és a szabályok betartására hívja fel a figyelmet az a kampány, amelynek mai állomásán Máté Szalkán elsősorban a diákokat szólították meg a szervezők. A fiatalok oktatófilmek megtekintése mellett vasútbiztonsági tesztet is kitölthettek a pályaudvaron. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 20-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk sok esővel. A Kárpát-medence környékén örvénylő ciklon ismét nagy nedvességtartalmú léghullámokat sodor felénk. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, zápor várható, jelentős mennyiségű csapadékkal. Ha az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég. Eső, zápor várható, helyenként kiadósabb lesz a lehulló csapadék. Az északnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényes hőtérségünkben. A kellemetlen, hűvös, csapadékos időt okozó légörvény nagyon lassan távolodik észak-kelet felé, emiatt csak lassú javulásra számíthatunk időjárásunkban. Pénteken már valamelyest gyengül a csapadékhajlam, de első zápor még a hétvégén, sőt a jövő hét első napjaiban is előfordulhat hazánkban. A hétvégétől enyhébb levegő érkezik felénk, emiatt pár fokkal emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, de még így is hűvös marad az idő.